Az ugró kötelesek fáradhatatlanul hajtották a kötelet, és közben különféle koreográfiákat is belevittek egy-egy gyakorlatba a parkerdőben megrendezett sportmajális keretein belül, ahol lehetőség adódott a településen elérhető sportágak megismerésére. A vállalkozó szelleműek pedig ki is próbálhatták ezeket. Már első osztálytól ajánljuk azoknak a gyerekeknek, akik nagyon sokat szeretnek mozogni, szerettik a zenét és a csapatmunkát, és nagyon jól segíti az alkalmazkodó képességet, és szinkron gyakorlatokat is megtanulni. Többnyire lányok vannak, és egy-két fiú szokott jönni, 3-4, amikor szerepelünk, akkor szoktak kedvet kapni. Az ugrókötél szakosztály számos rendezvényen képviselteti magát, így a náluk sportolók a későbbiekben bátrabban állnak ki nagyobb közönség elé szerepelni. Emellett pedig a szellemi teljesítmény is felturbozható, a jobb agyi oxigén ellátottság élénkebb koncentrálást és tanulást eredményez. A következő sportág is nagy elszántságot kíván. Nagyon nehéz megszólítani a gyerekeket, de Tamásiban jók a sportolási lehetőségek fiataloknak és időseknek egyaránt. A súlyemelést 9 éves korban érdemes elkezdeni, pontosan azért, hogy legyen lehetősége az alapokat, a technikát elsajátítani, és ez egy hosszú folyamat, mire ugye versenyszerűen csinálja majd. Fiúknak, lányoknak egyaránt ajánlatos. Tamásiban egy klasszikus, hagyományos sportág a súlyemelés. 1986 óta lehet űzni ezt a sportágat Tamásiban, városunkban. Minden lehetőséget, minden ilyen programot kihasználunk arra, hogy a súlyemelést megmutassuk, hiszen teremsportág vagyunk, mi el vagyunk dugva, tehát teremben vagyunk januártól decemberig, és minden ilyen szabadtéri lehetőséget, alkalmat kihasználunk, hogy lássák az emberek, hogy miről is van szó, szeretnék bemutatni a sportágat, az emberek közelébe vinni, mert nagyon fontosnak tartjuk. Nagyon sokat tévesztve a sztereotípia a súlyemeléssel kapcsolatban. Összetévesztik az erős sportágakat például, a súlyemelést, az olimpiai súlyemelést például az erő emeléssel, az erős emberek sportjával. Gyakran kérdezik még, hogy mennyit nyomtál. Nem is köze nincs a súlyemelésnek a nyomáshoz, hiszen szakításban és lökésben két fogásnemben versenyeznek. Ezeket pedig be is mutatták azok a lelkes fiatalok, akik elhivatottan űzik ezt a sportot. Vannak olyan sportágak, ahol elengedhetetlen a saját felszerelés, ilyen az íjászkodás is. A Tamási Íjász Egyesület nem csak itt biztosított lehetőséget a sportág kipróbálására. Mielőtt bárki beruházna az ehhez szükséges eszközökre, érdemes felkeresni őket próbaedzések miatt. Az íjászkodás mindenkinek jó, aki szereti a természetet, szeret kint lenni, kicsit kikapcsolódni. Egy-két alkalomra tudunk biztosítani neki íjat, utána be kell beruházni, mert saját technikai eszközök nem olcsó kategóriában. Akinek van kedve, az megtalál minket a Facebookon, megtalál az interneten, kér időpontot és egyeztetünk. Mit tapasztalsz, melyik korosztály az, akit igazán vonz ez a sport, vagy be lehet egyáltalán határa? Hát inkább azt mondom, hogy a felnőtteket, akikben már van kitartás a gyerekeknél, ezt annyira nem mondanám. Ha a szülő üzi a sportot, akkor igen, de mivel nem tömegsport vagyunk, hogy egyszerre több gyerek van jelen, így nem annyira kitartóak. Jók ezek az alkalmak arra, hogy megismertessétek szélesebb körrel a sportot? Hát, bemutatót tartunk, akit érdekel, mondom, megtalál minket, szívesen látjuk a csapatba, ennyit tudunk tenni. De igazából itt vagyunk a városban már 6-7 éve. A tatamin nem finomkodtak a sportágat képviselők, de ahogy edzőjük mondja, ez jellemző rájuk. Ez a grappling, brazil jiu-jitsu sportág, ami magyarul földharc, és mindig azért jövünk ki szívesen, mert minden évben van egy-kettő gyerek vagy felnőtt, aki kipróbál, és utána eljön hozzánk edzésre. Úgyhogy szeretünk ide jönni, meg szerencsére mindig jó idő van. Meg ez egy ilyen ritka alkalom, hogy kint szabad téren vagyunk. Azt tervezzük, hogy egyszer majd lesz egy ilyen edzőtermünk, ilyen nyári, ami kint van, és akkor ez ilyen napfényes, levegős történet. Ki szokták próbálni, és az a furcsa, hogy igazán nem tudnám azt mondani, hogy a fiatalok bátrabbak, mint a felnőttek, mert a felnőttek is ki akarják próbálni. Ugye látnak minket tévében, vagy Facebookon ismerős, vagy valami, vagy újságban rendezvényekről tudnak, és egészen idős emberek is szoktak jönni, akik valahogy ilyen hasonló dolgot csináltak, úgyhogy ki szokták próbálni. A fizikai erőt nem igénylő, matematikai alapokra épülő sportág játékosan segítheti a gyermekek fejlődését. A dárc igazából egy olyan sportág, amit gyakorlatilag bárki űzhet. Igazából túl nagy felkészülés nem kell hozzá,
meg kell állni a tábla előtt, minél jobban koncentrálni, és igazából ez az, ami a sportnak a lényegét adja, a szem-kéz koordináció. Mindenki nagyon élvezi szerintem, aki dob egyet-kettőt. Ezek a rendezvények azért jók, mert itt tényleg minden klub meg tudja mutatni a saját sportágát, és aki gondolkodik rajta, hogy valamelyiket elkezdje, annak van lehetősége rá. Az atlétika azon sportok egyike, amelyiknek hosszú évtizedekre nyúlik vissza a hagyománya Tamásiban, a népszerűsítés mégis jól jön számukra is. Jó lenne több is olyan körülmények között, ahol tényleg élesbe be lehet mutatni, mert amikor csak imitáljuk, az más, mint az éles. A 7 éves kortól a 18 éves korig szeretnénk elsősorban embereket keresni, de ha idősebb, az se probléma. Azért jó ez a kis bemutató, itt legalább látják a külsők, hogy mi az, amit kell csinálni, és esetleg ha kedvet kap valaki hozzá, akkor tudja, hogy miről van szó egyáltalán. A kosárlabda pálya is megtelt élettel, a fiatalok kedvükre pattogtattak, meccseztek a délután folyamán. Tulajdonképpen ez egy szinte mindenki által űzhető sport. Tulajdonképpen már az óvodás korosztály is ovi kosáron részt tud venni Pájtli Péter kollégám, barátommal, és egészen a felnőtt korosztályig ez egy jól űzhető sport. A többség általában ismerettség alapján szokott sportágat választani, de volt már olyan is, aki először itt fogott labdát a kezébe, és megtetszett neki. Alapvetően nálunk inkább fiúk szoktak lenni, talán ez Tamási sajátosságainak is köszönhető, de voltak már nagyon ügyes kislányok is nálunk. A Tamási Szabadidő és Sportegyesület, valamint a város szervezésében lebonyolított Majárison lehetőség adódott a gyulai erdőben kerékpározni, de a helyi futóközösség is invitálta a mozogni vágyókat. A Tamási Állatvédő Egyesület kis védenceivel érkezett a rendezvényre, a négy lábúak is sok aktivitást kívánnak meg a gazdiktól.